Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel ez a pont ma, március 22-e hétfő van. Forrásvíz palackozásába kezd a Tettye Forrásház ZRT. Pécs saját vize a tervek szerint ősztől a boltokban is kapható lesz. Csökken a munkanélküliség és javul a foglalkoztatottság. Az önkormányzati miniszter szerint lassan kilábalunk a válságból. Hétfőtől bármelyik párt megkaphatja a választók adatait, amennyiben fizet értük. Pécset még egy politikai szervezet sem élt a lehetőséggel. Forrásvíz palackozásába kezd Pécs vízi közműszolgáltatója. A Tettye forrás víz és szódavíz a tervek szerint ősztől a boltokban is kapható lesz. Bepalackozzák a Tettye vízét. A pécsi forrásból származó ital kétfajta lesz. Lesz egy visszaváltható zöld palackos és egy csatos díszüveges. Tettye szódavíz és forrásvíz néven gyártják majd. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ezt mondta a Tettye Forrásház ZRT vezérigazgatója a Vízvilágnapján. A palackozott víz nem ásványvíz, viszont a legtisztább mecseki források minőségével egyezik meg. Először a város hivatalaiban kerülhet az asztalra, a tervek szerint ősszel már sok helyen árusíthatják. Most mérjük föl a keresletet, igazából most jelenünk meg a piacon, most mutatjuk be, kíváncsiak vagyunk a visszajelzésekre, kíváncsiak vagyunk a pénzügyi elemzésekre, mit fogunk tudni ebből kihozni. A palackozott Tettye forrásvíz bemutatkozásával egy időben újabb köztéri ivókút jelent meg a városban. Itt már régebben is állt egy, de mindig megrongálták, mondta köszöntőjében Pécs alpolgármestere. Reménykedünk, hogy a Deák általános iskola és gimnázium segítségével ez a kút ez megőrizheti azt az állagot, amit most itt látunk, illetve Zsolnai kút korábban, az elmúlt időszakban nem állt itt, úgyhogy végül is ez egy, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy városi összefogás. Nagy Csaba szerint példás összefogást jelképez az új köztéri ivókút. A kút zsolnai gyártmány, ezáltal híres pécsi termék került az utcára, másrészt pécsi diákok igyekeznek megóvni. Óriás plakátok, riportfilmek és számítógépes grafikák is érkeztek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízvilágnapja alkalmából hirdetett pályázatára. Az országos eredményhirdetést követően a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter Pécset díjazta a pályázókat. Március 22-e a Víz Világnapja. 1994 óta ez a nap szolgál arra, hogy végig gondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének. A Víz Világnapjához kapcsolódva több országos pályázatot is kiírtak, ezek eredményhirdetésére Pécset került sor hétfőn. A pályázók számítógépes grafikákat készíthettek, tervezhettek óriás plakátokat és forgathattak riportfilmeket is. A nyertesek díjait a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter adta át. Szabó Imre köszöntőjében elmondta, örül, hogy ennyi kitűnő ötlet érkezett a pályázatra. Hozzá tudtak majd ahhoz járulni, hogy minél több felnőtt, minél több ismerős, barát, szomszéd, rokon ismerhesse meg azt, hogy nekünk is, akiknek ennyi jó minőségű vízünk van, nekünk is óvatosan, vigyázva, féltően kell bánni ezzel a kincsel. Szabó Imre azt is elmondta, hogy nem csak a nyertesek érdemelnek elismerést, hanem az összes pályázó. Az ő gondolkodás mondjuk szintén említésre méltó, tette hozzá a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter. Úgy tűnik, lassan kilábalunk a gazdasági válságból. Egyre több a munkahely, a foglalkoztatottság is növekszik. Varga Zoltán önkormányzati miniszter erről Faddon a Sorsfordító, Sorsformáló című munkaerőpiaci program nyitó rendezvényén beszélt a Pécs TV-nek. Ezek a felvételek múlt héten készültek az Elkotekben, ott fejlesztést tervez a vezetőség, a fejlesztés pedig újabb munkaerőt igényel. A mai helyzetben a stabilizálódás és az enyhe növekedés is azt hiszem megbecsülendő. Örülni kell ezeknek a vevőknek. Én úgy gondolom, hogy részben a kiesett vagy csökkenő üzleteket pótolják az újak, és esetleg egy enyhe növekedésre adnak lehetőséget létszámban. Ez 200-300 új munkahelyet jelentene, melyre nagy szükség lenne a városnak. A munkanélküliség nem csak Pécset, hanem az egész országban rég nem látott mértéket öltött. A 90-es évek elején volt utoljára ennyi munkanélküli, mint most. Elértük a mélypontot is. Ezt már Varga Zoltán önkormányzati miniszter mondja, aki Faddon vett részt egy hűtőház átadáson, a beruházás újabb munkahelyeket jelent. A válságban is teremtődnek új munkahelyek, hisz az elmúlt évben is több tízezer új munkahely jött létre. Itt az a baj, hogy most több szűnt meg, mint amennyi létrejött. Tehát ennek az egyenlege az érdekes mindig.
Dr. Brebán Valéria szerint innen már csak felfelé vezethet az út. El tud indulni egy folyamat természetesen lassan, és lesznek benne megtorpanások, amelyeket nehéz lesz majd kezelni. A régióban Baranyában a legmagasabb a munkanélküliség aránya. A régió 80 ezer álláskeresője közül több mint 30 ezer Baranyából került ki. Az általunk megkérdezett pécsiek többségét nem zavarja, ha a pártok leveleket küldözgetnek nekik. A választók adatait hétfőtől kaphatják meg a politikai szervezetek, feltéve, ha fizetnek érte. Eddig azonban egyik párt sem jelezte, hogy élne ezzel a lehetőséggel. Név és lakcím. Ezek az adatok szerepelnek a névjegyzéken. A helyi választási irodához lehet fordulni a jelöltnek, a jelölő szervezetnek írásba benyújtott kérelmével, és díjfizetés ellenében adja ki a helyi választási iroda vezetője a közszemlére tett névjegyzék másolatát. A pártok hétfőtől juthatnak hozzá az adatokhoz, feltéve, ha fizetnek érte, laponként 10 forintot. Egy lapon 15 név található. A törvény megengedi az adatok kibocsátását, hogy a pártok a kampányban közvetlenül is megszólíthassák a választókat. Az országban ugyanakkor már többen kifogásolták, hogy névre szóló kampányleveleket kaptak. Az általunk megkérdezett pécsiek önmagukban a levelek küldését nem tartják zaklatásnak. Ha levelet küldenek, az rendben van talán. Mondjuk ilyen bedobós dolgokat azt már nem nagyon szeretem. De nem tudom. Idén nekem nem nagyon küldtek, érdekes módon. Ha levélbe keresnek, meg nem zavar, hogyha személyesen telefonon zaklatnának, az igen. Hívtak telefonon, már küldtek prospektust, minden. Én azt gondolom, mindenki maga eldönti, hogy kire, hova, hogy szavaz, mint szavaz. Nem hiszem, hogy bármiféle ilyen megkereséssel valakinek változik a véleménye. Szerintem nem változik. Elképzelhető, hogy a pártok is ezen az állásponton vannak, hiszen eddig még senki nem jelezte a helyi választási irodánál, hogy igényt tartanának az adatokra. Kampánykör útjának újabb állomásaként hétfőn Pécsre érkezett Bokros Lajos. A Magyar Demokrata Fórum miniszterelnök jelöltje sajtótájékoztatón ismertette az MDF programját, benne a munkahelyteremtés fontosságát hangsúlyozta. Arra hívta fel a figyelmet, a felemelkedéshez reformok kritikus sokasságára van szükség. Bokros Lajos hétfő délután lakossági fórumot tartotta a munka, a méltóság, a modern Magyarország témájában. A pont ma vendége a Magyar Demokrata Fórum miniszterelnök jelöltje, Európa Parlamenti képviselő Bokros Lajos. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Izgalmas hétvégén vagyunk túl, és a mai nap is még folytatottak az egyeztetések. Éppen hogy csak lejárt a jelöltállítási határidő, hétfőn délután ugye 4 óráig lehetett bejelenteni. Sikerült listát állítani Budapesten? Én úgy tudom, hogy igen, de itt vagyok Pécset reggeltől, úgyhogy nem vagyok a legutóbbi hírek birtokában, de azt gondolom, hogy a budapesti lista is és az összes megyei lista is le lett adva. Igen, mi a napközben kaptunk egy sajtóközleményt az SZDSZ-MDF megállapodásáról, miszerint sikerült megállapodni. Ön is így tudja? Én is így tudom, igen. Tehát továbbra is ez a helyzet, hogy ön vezeti a budapesti listát, Dávid Ibolya pedig az országos listát. Úgy, annak megfelelően, ahogyan az országos választmány szombaton ezt meghatározta. Azért ez nem volt egy egyszerű meccs szombaton. Nem volt, de hát a Magyar Demokrata Fórum az egy demokratikus párt, késhegyig menő viták vannak, és aztán kompromisszumra jutottunk. Csapódi Miklós végül is hogy döntött, tudja? Nem tudom, tőle kell megkérdezni. Nem vagyok képbe. Tehát akkor még az se biztos, hogy sikerül a 8 induló jelöltet összehozni? Nem, az biztos, mert 10 volt, tehát ahhoz képest ez nem érdekes, de a legfontosabb az, hogy a program mentén felsorakozott mind a Magyar Demokrata Fórum, mind a Szabad Demokraták Szövetsége, és lesz minden egyes megyében listánk, és a fővárosban is van. Ez azt jelenti, hogy országos listájuk is lesz, hiszen ez a feltétel ennek. Most, hogy sikerült megegyezni az SZDSZ-szel, azért automatikus a kérdés, hogy mivel kompenzálják az SZDSZ-t, hiszen ők végül is nem kerültek a lista első helyére, sőt a másodikra sem. Nem, azt hiszem, hogy az SZDSZ ilyen értelemben nem kíván kompenzációt. Ez egy arányos lista, ahol minden egyes képviselő a helyén szerepel. Nem csoda azért, hogy szombaton ilyen nagy volt a feszültség a választmányi ülésen, hiszen az a tét, hogy kik lehetnek parlamenti képviselők, hogyha az MDF bekerül az országgyűlésbe. Hisz miután kevés az egyéni jelölt, még hogyha át is lépik a parlament... Igen, a listák nagyon fontosak. Igen, igen. Ezért nem biztos, hogy az országos listáról 6 vagy 7 embernél több be fog jutni, tehát tényleg nagy a tét. Igen, nagy a tét. De ez jó, mert így legalább mindenki igyekezni fog
a választási kampány utolsó 3 hetében, hogy magából a legtöbbet kihozza, egy emberként kampányoljon a Magyar Demokrata Fórum programja mellett, és hogyha az utolsó 3 hétben sikerül a választók egyre nagyobb hányadát meggyőzni, akkor többen jutnak be a parlamentbe. Ennek viszont az is a következménye, hogyha bejutnak, akkor nem lesz túl nagy a mozgásterük a parlamentben. Hogy képzelik mégis, mire lesz erejük? Ellenzéki szerepre készülünk, ezt már sokszor elmondtam, nem akarunk egyik párttal semmilyen koalíciót kötni, már csak azért sem, mert az összes többi pártnak szocialista programja van, mi vagyunk az egyetlenek, akik a piacgazdaságot, a kapitalizmust azt emelt fővel ünnepeljük és fontosnak tartjuk, és emellett azt gondoljuk, hogy nem egy erős államra, hanem erős gazdaságra és társadalomra, ezt pedig okos keretező államra van szükség. Az ön népszerűségi indexe a kampány eleje óta kissé megzuhant. 16-17%-ról indult, most pedig 9%. Minek tudható ez? Én azt gondolom, hogy ugyanaz a eddigi népszerűség is, mert hiszen én ugyanazt mondom, ugyanazt cselekszem 20 évet. Tehát pontosan tudja mindenki, hogy mit lehet várni a makacsú következetes bokrostól. Tehát ön ezt nem érzékeli, hogy csökkent volna a népszerűsége? Nem. Sőt, éppen ellenkezőleg. Most már 2 hete járom folyamatosan az országot, és az a tapasztalatom, hogy egyre többen fordulnak a Magyar Demokrata Fórum felé. Ehhez persze az embereknek át kell olvasni azt a nagyon komoly és kemény programot, amit letettünk az asztalra, de amit a független szakértők a legjobb programnak minősítettek, mert csodavárás helyett és csodafegyver bevetése helyett kemény munkát ígérünk, azt, hogy többen dolgozzanak, többet és hatékonyabban dolgozzanak, és akkor lesz föllendülés. Munka, méltóság, modern Magyarország, ez a címe annak a lakossági fórumnak, amit már tartott egyet, és még fog egyet tartani. Itt ezekről a kérdésekről volt szó, a programot elemezte? A programról van szó természetesen, és azt gondoljuk, hogy csak a munkával lehet kiemelni ezt az országot a jelenlegi leszakadás, lecsúszás állapotából. Több embernek jóval többet is, jóval hatékonyabban, termelékenyebben kell dolgoznia, jóval több embernek kell adót fizetni, kevesebb embert kell az államnak foglalkoztatnia, kevesebb embernek kell azt remélni, hogy majd az állam segélyeiből fogják eltartani, mert ezt valakitől be kell szedni az adófizetőktől. Az adófizetőknek nem lehet egyszerre alacsonyabb adókat ígérni, és a segélyen élőket pedig arra biztatni, hogy követeljenek magasabb hozzájárulásokat, pont fordítva van. Arról van szó, hogy több embernek kell egyénileg, egyedileg kevesebb adót fizetni, akkor lehet előállítani azt az adótömeget, ami 10 millió ember közszolgáltatásainak az előállítására fontos. Az emberek leginkább a régi bokros csomaghoz tudnak viszonyítani, miben más most az ön programja, mint az volt? Abban, hogy a régi bokros csomag az egy megszorító intézkedésekkel teletűzdelt stabilizációs intézkedés csomag volt, most pedig a reformok kritikus tömegéről van szó, tehát az államháztartás korszerűsítéséről, ami nem megszorításokat jelent, hanem azt jelenti, hogy ugyanezért a pénzért jóval magasabb színvonalú, jobb minőségű közszolgáltatásokat kapunk, elsősorban az oktatás és az egészségügy területén, de ugyanide tartozik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, érdekében megtendő reformlépés, a közigazgatás karcsúsítása, az önkormányzati rendszer színvonalasabbá tétele, olcsóbbítása, és az államnak a kevésbé korrupt mi volta. Egyébként hogy értékeli azt visszatérve a listaállításra, hogy azért van olyan megye is, ahol nem sikerült az MDF-nek listát állítania? Én úgy tudom, hogy mindenhol sikerült listát állítania. Végül is sikerült? Igen, azt hiszem, hogy így van. Baranyában is ezek szerint ugye van lista. Baranyában is van lista, természetesen. Pécset viszont csak egyetlen jelölt van a 3 kerületből, Füredi Péter ugye az 1-es körzetben. Igen. Ez elegendő? Én azt gondolom, hogy a megyei lista állítása az elegendő volt, jobb lett volna, hogyha több képviselőjelöltünknek sikerül összeszedni a 750 kopogtató cédulát, tehát ennyi sikerült. Folytatódik még az országjáró körült? Természetesen, 3 hétig folyamatosan ezt fogom csinálni. Én köszönöm szépen, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Most pedig folytassuk további híreinkkel. Pécsett az országos helyzettel ellentétben nincs látogatási tilalom az egészségügyi intézményekben. Az ANTS járványügyi osztályától kapott adatok szerint lényegesen kevesebb influenza-szerű esetet jelentettek be, mint 1-2 hónappal ezelőtt. A szakemberek szerint a csökkenő betegszám azzal is összefügghet, hogy a régióban magas az átoltottság. Tény ugyanakkor, hogy emelkedett a gyors lefolyású, hányással, hasmenéssel, esetenként magas lázzal járó vírusfertőzések száma. Ezek miatt, a betegségek miatt azonban nem kellett látogatási tilalmat elrendelni Pécsett.
Ezek a felvételek 2 évvel ezelőtt készültek a Zsolnai film forgatásán. Az alkotás azóta elkészült, premierjét kedden este 8 órakor tartják a pécsi Uránia moziban. Posgai Zsolt a Föld szeretője című játékfilmje a világhírű pécsi keramikus mestergyárosnak, Zsolnai Vilmosnak állít emléket. A mű forgatása még 2008 nyarán kezdődött a Baranyai megyeszékhelyen, és a helyszínek között a Zsolnai gyár is szerepelt. Az alkotást ősszel vetítik majd a többi magyarországi moziban, premier azonban most kedden, este 8 órakor az Uránia moziban. A legfontosabb, hogy legyen újra magyar külpolitika, emelte ki Németh Zsolt, a Parlament külügyi és határon túli magyarok bizottságának fideszes elnöke pécsi látogatásán. Alapvető érdekünk egy új típusú közép-európai együttműködésnek a kiépítése. A polgári kormányzatok mindig fontos szerepet játszottak a térségi gondolatnak a megerősítésében. Ez így kell legyen a jövőben is. Magyarország elhelyezkedését tekintve egyfajta közlekedési infrastruktúrális folyosóvá válhat, amely összeköti Észak- és Dél-Európát, hangsúlyozta a fideszes politikus. Életének 69. évében hosszú betegség után elhunyt Csaba Zita, a Pécsi Nemzeti Színház főtitkára. 1972 óta tagja a társulatnak, 1983 óta a színház főtitkára, a Pécsi Nemzeti Színház meghatározó egyénisége. 1981-ben kiváló munkáért kitüntetéssel ismerték el, 1992-ben a Magyar Színházi Társaság a Bálint Lajos Vándor gyűrűt adományozta részére. 1996-ban a Pécsi Nemzeti Színházért nívódíjban részesült, majd a társulat 2003-ban a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagjává nyilvánította. Legutóbb a 2009-2010-es színházi évadnyitó társulati ülésen a színház művészei által alapított hívódíjat vehette át. Csaba Zitát a Pécsi Nemzeti Színház saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek. Mindjárt jönnek a sporthírek, de előtte lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. A hét közepéig kissé csökken a nappali felmelegedés. Kedden gyakran lesz felhős az ég, eső, zápor is előfordulhat, kora estétől azonban felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet 12-17 fok között valószínű, számottevő fronthatás nem viseli meg szervezetünket. Hétvégén a tavaszi idő beköszöntével megkezdődtek a szabadidősport programok. A Melitta esénél például bringatúrát szerveztek. Az erős szél sem szegte kedvét azoknak a kerékpározóknak, akik rajthoz álltak az idei első teljesítménytúrán. 60-an gyülekeztek a testvérvárosok terei általános iskola előtt, és onnan is indult a mezőny. A táv megtétele után finom pogácsával és teával várták az amatőr sportolókat. A pontgyűjtő akció természetesen folytatódik majd a következő hetekben. Március 28-án például egy félmaratonon lehet szaporítani az LKF-es pontok számát. A komolyabb bringásoknak pedig április 4-én rajtul a Tour de Pécs az F3 nagy díjszakasszal. Ez volt a Pont ma a Pécs TV-ben, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televíziójában. Friss közéleti és sporthírekkel a továbbiakban is rendszeresen jelentkezünk. Hívjanak minket, vagy pedig írjanak nekünk e-mailt, és ne feledjék tudósításainkat, riportjainkat, megnézhetik a weboldalunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!